Először is szeretném kedves vendégeinket bemutatni, Szabó Magdát, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Néhány szóval ismertetném a pályafutását. Tanárként kezdte, majd fantasztikus karriert írt le. A Párizsi Magyar Intézetben igazgatóhelyettes volt, majd különböző ifjúsággal foglalkozó magyar-francia alapítványokat vezetett, egészen a Duna Televízió művészeti igazgatóságáig, és több fantasztikus könyv szerzője, és egyik a legfontosabb, ami pontosan azokról a magyar művészekről szól, akik Franciaországban éltek és alkottak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Maklári Kálmánt hadd mutassam be, ő egy róla elnevezett galériának a tulajdonosa. 1980-as évek végétől külföldön élt az Egyesült Államokban. San Diegóban egy múzeumban dolgozott, egy folklor múzeumban, majd innen került a Párizsi Magyar Intézetbe, ahol 5-6 évet lehúzott, Magdával egyébként egy időben. 2000-es évek elején tért vissza Magyarországra, ahol is egy erdész nevű úrral együtt egy galériát alapítottak, majd 2010-től saját nevén egy saját galériát működtet. Kettőjük beszélgetése számomra nagyon izgalmas lesz. Nem véletlenül szerettem volna, hogyha erről a témáról beszéljünk, mert ugye mindenki ismeri a klasszikus magyar művészetet, főleg a kortárs klasszikusokat az 1900-as évek elejéről, de ezt a korszakot nem nagyon ismerjük, és különösen nem ismerjük azokat, akik nem Magyarországon éltek, és nyilván a mi egyesületünknek az egyik hivatása a francia-magyar kapcsolatoknak a bemutatása. Monsieur l'ambassadeur, il y a pour la traduction, si vous voulez. És akkor köszönöm szót Magdának és Kálmánnak, azzal, hogy fogadják szeretettel a sutaságomat. Ugye először szervezünk egy ilyen nagy technikai igényt kielégítő rendezvényt, én fogom kezelni a számítógépet. Remélem a gombokat jól fogom tudni nyomogatni. Ha jó nevet hallok, jó gombot nyomokra. Hát jó beszélgetést kívánok magunknak. Köszönjük szépen. És akkor annyit hadd mondjak, valóban itt a rövid ismertetőből kiderült, hogy nekünk hosszú közös múltunk van Kálmánnal. Egy hiány 20 közös év, amely valóban kezdetekben a Párizsi Magyar Intézet volt, ahol ő már akkor is nagyon lelkesen, az egyéb és számos teendő mellett azért elsősorban szíve szerint a képzőművészettel foglalkozott, és nagyszerű kiállításokat is csináltok együtt. Tehát a Kálmán kalandos életében, amelynek most kizárólag a Budapest-Párizs tengelyének néhány aspektusát fogjuk felvillantani, mert azért ennél sokkal gazdagabb és kalandosabb is ez az élet. Amikor mi találkoztunk, és ahogy említettem, ő 97 és 2002 között dolgozott a Párizsi Magyar Intézetben, én 99-ben érkeztem ki, és 2005-ben, mire hazajöttem, addigra Kálmán már budapesti galériás volt, ahol azért mindig követtük egymás életét, illetve volt egy időszak, amikor segítettem az itthoni munkájában is. Tehát képzőművészet, és ebben a Budapest-Párizs tengelyben mi most egy-két olyan jeles művészt, és mondjuk azt, hogy sorsfordító találkozást választottunk ki, amelyek kapcsán azért az önök kérdései is fölmerülhetnek majd. Mondjuk azt, hogy azzal együtt, hogy az intézetben dolgozott, Kálmán igazán műgyűjtőként kezdte. Aztán lett itthon galerista, és majd azt is elmondja szerintem Ofürelmözőr, hogy ő szerinte mi a különbség a galériás és a műkereskedő között. Tehát a jeles találkozásokban az első, mondhatnánk azt, hogy meghatározó egyéniség, aki képzőművészként meghatározta a gondolkodásodat, vagy maradandó élmény volt, ez Csernus Tibor. Mesélnél-e
a vele való találkozásról, és hogy mit kaptál tőle? A Csernus Tiborral való találkozás, ez teljesen beleégett a tudatomba. Hát akkor már az intézetben dolgoztam, és a Prétsényi Árpád főkonzul úr egyszer csak áttörelt, és mutatott, hogy egy úri embert, mondta, hogy ez a művész, úgy hívják, hogy Csernus Tibor, meg se szárad a képén, a festék már el vannak adva. Hát aztán utána rájöttem, hogy ez közel sem így van, de ez volt az első találkozás, amikor Csernus Tibor benn volt a konzulátuson. És hát úgy alakult az élet, hogy nagyon jó kapcsolatba kerültünk. Tényleg volt a 2000-es évek elején 2-3 olyan év, amikor hetente több alkalommal fenn voltam a műtermében. Most egy hete voltam körülbelül a Walker Bazárban, ahol megvan a műterme berendezve. Nosztalgikusan néztem például az egyik bútoldalra, volt egy ilyen türkis színű bőrszófát, ahol hosszú-hosszú órákat töltöttem el vele beszélgetve. Hát ezek a beszélgetések általában beszélgetésnek indultak, és óriási monológokba értek véget. Tehát Csernus óriási mesélő volt, egy óriási intellektus, nem csak festészethez értett. Tehát neki például a film, művészet, az irodalom, ugyanúgy. Hát a repülés, a modellezés. Tehát egy fantasztikus művész volt, és amikor elkezdett sztorizgatni a fiatalkorára, amikor még Magyarországon volt, tehát nagyon érdekes. És hát az ember utána megtanulta, hogy azért Tibor az egy kiemelkedő figurája volt a háború utáni magyar művészetnek. Ő 1958-ban Párizsba került, de másfél-két év után hazajött. A Bernard Auriel állítólag kiment Párizsba és hazahívta, de utána 64-ben véglegesen elhagyta Magyarországot. Tehát a Csernus Tibor nagyon nagy hatása volt rám, talán egy mentoromnak tekinthetem, és igazából ő indította el nem csak a gyűjtés, a komolyabb gyűjtés, hanem a műkereskedelem felé is. De hát itt még számos más művész volt. Csernus Tiborról talán azok közül, a művészek közül, akikkel én magam is találkozhattam, talán annyiban volt különleges, amit Kálmán is említett. Egyrészt akár az 50 évnyi franciaországi tartózkodás ellenére egy olyan gyönyörű, választékos és nagyon-nagyon tájékozott az irodalomban, művészetekben, filmben nagyon tájékozott ember fogalmazása volt, akit valóban élmény volt hallgatni. És számunkra is nagy élmény, hogy férjemmel többször voltunk nála, sőt, hát interjút is készítettünk vele. És az ő világa, amint látják, és majd látják Kálmán későbbi orientációját, igazodását, azért egy sajátos világ maradt. Majd még egy barát lesz, és hadd említsem, hadd olvasok föl tőle egy pár mondatot, amelyet az egyik beszélgetés során mondott. Lényegi kérdés, kell a festőnek, kell a korrektúra, hogy mit mondana erre a munkára Veronese. A régiek számon kérése, igen, ez kötelező. Amúgy pedig nem muszáj festeni. Aki beleássa magát a törvényekbe, azokat tartsa figyelemmel. Elméletet persze lehet gyártani arról, hogy a művészet nincs tovább. De fekete képre nincs szükség a moziban, mert akkor ki menne be? Boldog élet? Volt, mert dolgoztam, amíg erővel bírtam. Kati mondogatja mostanában, jó lett volna földszintesre váltani az emeleti műtermet. Amióta lerobbant a lábam, egyre nehezebb ide feljönnöm. Ha van erőm, felballagok, és valamit még dolgozom. És igazán mondhatnánk azt, hogy az örök két lakiságnak is egy nagyon szép gondolatát fogalmazta meg. Álmodni, igen, szoktam, de nem tiszta képek merülnek fel bennem, összekeverednek. A kondorosi göröngy egyben mosódik a Dráva utcai lépcsőházzal. És hogy mi hova tartozik, azt ébredéskor elég nehéz szétválasztani. Naplementés ámulatban nincs részem. De különös pillanat a reggeli eszmélkedésben, amikor azon tűnődöm, hogy a Dauphin téren lépkedtem-e, vagy az Oktogonon. S hogyan kerülhettem mindkettőre? Ez csak azért, hogy egy kicsit a világát megidézzük. És akkor a következő művész, akit említenénk, Sándorfi, aki komoly barát is lett, ugye korban közelebb is, mint Csernus Tibor, róla szólj, légy szíves. Igazából mielőtt Sándorfira rátérnék, azt az első találkozás,
azt még fel sem fogtam, ez 97-ben voltam, amikor megérkeztem Párizsba, nem sokára utána, az Hantai Simon volt. Hantai 1982-ben, amikor megnyerte a Velencei Biennálét, abba egy festészetet. És 15 évig abszolút nem állított ki. 15 év után 97-ben volt egy kiállítás az Espace Rembe, ahol lehetett látni munkáit. Én erre elmentem, akkor kezdtem el dolgozni az intézetben, és akkor találkoztam művésszel. Óriási élmény volt, de akkor én még inkább a figurális művészetet, tehát Csernus hatására, és utána volt egy olyan alkalom, hogy a Leuven könyvesboltba, imádom a könyvesboltokat, antikváriumokat, nagyon sok időt töltöttem el, találtam egy könyvet, amire az volt írva Sándorfi. Magyarnak hangzott persze, és elkezdtem érdeklődni utána. Hát megtaláltam egy Sándorfi Mária nevezetű hölgyet, aki, mint kiderült, a Istvánnak volt a húga, és akkor ő összehozott a művésszel. Sándorfi figurális festő, teljesen egyéni életvitelt vitt, tehát 5 évesen került el Magyarországról, ki voltak telepítve kiskorukba, és akkor Németországon keresztül 5 évesen Párizsba jutott, ahol Párizsba végezte el a Bozartot. És ahogy így elkezdtem iránta érdeklődni, azt láttam, hogy itt egy olyan festőről van szó, akit mindenki ismer Párizsban. Tehát galériások, a magyarok annyira nem, de a francia kereskedők és a francia gyűjtők ismerős volt Sándorfi nevük neki. Nagyon furcsa ember volt, 26 órás bioritmusa volt, tehát az azt jelentette, hogy minden nap 2 órával később feküdt el, és 2 órával később kelt fel, tehát a napjai rotálódnak. Rengetegszer volt, hogy esetleg Magyarországon voltam, és általában autóval közlekedtem Budapest és Párizs között, és voltam, hogy egy hajnal 3-4 órakor estem be Párizsba, és mindig felhívtam Istvánt, hogy most kell, most ebédel, vagy most készülődik lefeküdni. Minden esetre Sándorfival 8 évig nagyon jó barátok voltunk. Neki magyar ismerősei nem nagyon voltak Párizsban, tehát teljesen franciaként nőtt fel, francia közegben, francia barátokkal, ismerősökkel. És tehát ez egy barátság volt, hogy rengeteget voltam a műtermében. És ő volt az első festő, amikor 2005-ben jött a gondolat, hogy egy saját galériát csinálni, aki pont akkor mondta fel a szerződését a New York-i galériájával, és ő volt az első nemzetközileg ismert komoly művész, aki eljött, leigazolt a galériámba, hogy együtt dolgozzunk. És hát ez egy óriási biztatás is adott, elköltségileg is, és tehát egy nagyon-nagyon-nagyon jó ember volt, úgyhogy, és hát egy óriási művész. És Istvánnak sajnos korai halála volt, 2007-ben halt meg, 59 évesen, pont abban az évben tudtunk csinálni egy nagy életműkiállítást Debrecenben, az akkor megnyílt Modembe, és arra alkalommal adtuk ki az első nagy monográfiát róla, ami egy ilyen 350 oldalas monográfia. István mindig is azt tervezte, hogy Budapestre költözik haza, de hát sajnos az élet máshogy alakult, de egy nagyon jó barát volt. És hát végül is hazatért, de halála után, tehát Kispesten nyugszik a kispesti temetőben. Valóban nagyon fiatalon halt meg, és tanúként már emlékezzek arra, amikor ez a kiállítás itt meg volt a galériában, én nem sokkal hazaérkezésem után láttam. Hát a Falk-Miksa utca, ami ugye a Múzeumok utcája, és azt kell mondanom, hogy az utcai zsúfolásig volt a galéria körül, mert a galériába be se fértek az érdeklődők. És ez a baráti kapcsolat meg is maradt végig, akkor is, amikor te már nem voltál kint. És mondanám azt, hogy az első közös kaland, már az intézetben, az Réth Alfréd kiállítása volt, akiről én magam az egyéb kutatásaim során akkor találkoztam először a nevével, amikor kiderült, hogy az első világháború alatt őt ugyanúgy internálták ellenséges ország magyarjaként, mint Kuncoladárt, aki erről megírta a Fekete Kolostort, mint nagyon, mint Riprónait, aki mondjuk a jó kapcsolatainak köszönhetően csak pár hónapot töltött fogságban. És Réth Alfrédot Magyarországon egyáltalán nem ismerték, Franciaországban is elfeledett művész volt már akkor, és igazán ez a kiállítás indította el aztán azt a pályát, hogy újra felfedezték, és ebben neked oroszlán részed volt, erről mesélj, légy szíves.
Franciaországban élve, hát azzal szembesültem, hogy lépten nyomon magyar művészekbe botlottam. Akiket Magyarországon nem is nagyon ismertek, Franciaországban valamilyen szinten ismerték. Tehát ez kellett egy pár év, most már látom világosan, hogy tehát akik disszidáltak annak idején, azok tiltott művészek voltak Magyarországon, tehát a magyar kánonban nem kerültek be. Viszont Franciaországban nyilván voltak tartva, ismerték. Hát Réta Alfréd, emlékszem egyszer a Párizsi Modern Kortárs Múzeumban, a Ville de Paris-ban volt egy kiállítás, amit megnéztem, és akkor megnéztem az állandó anyagot, és a kubista anyagban volt egy Alfred Rett nevezetű festőtér, egy gyönyörű szép kubista csendélet, és hát én ekkor találkoztam először a nevével, és akkor elkezdtem érdeklődni utána, nyomozgatni. Itt Magyarországon is, amikor itthon voltam szabadságon, akkor például bementem a Falkmüsse utcába, és a kereskedőktől kérdeztem, hogy ismerik-e. Hát szerintem 10-ből 9-en nem tudták, hogy kicsoda. És itt hát felkeltette nagyon az érdeklődésemet, mert aukciókon viszont láttam a képeit. És elkezdtem kutatni utána, és az egész Rét hagyaték az utolsó kereskedőjének a feleségénél volt, egy Aline Boutin nevezető francia hölgynél, akivel sikerült találkoznom, és hát az összes levelezése, az összes információ, az összes képéről, ez meg volt őrizve. És ez adta az alapot ahhoz, ennek a hölgynek a segítsége, hogy a kutatásaink eredményeképpen csináltunk egy életműkiállítást a Magyar Intézetben, egy mini életműkiállítást, és csináltunk a Budapest Galériában akkor is, erre az alkalomra jelentettem meg az első könyvet, amit készítettem, amit szerkesztettem, és hát ez volt az első Rét könyv, amit utána a francia kereskedők, műgyűjtők nagy örömmel fogadtak, mert Rétről nem volt, csak néhány régi katalógus. Pont itt van egy fotó, ez a Párizs Magyar Intézetben készült, hát gyönyörű kubista képek. És a hölgy középen. És a hölgy középen, Denise René, ő az egyedüli olyan kortárs, galériás, akinek a Centre Pompidou életműkiállítást csinált egy galériásnak. Tehát nála is elég sok magyar művész volt, többek között, amikor megnyitott a galériáját az 50-es években, 40-es évek végén, akkor Vazarelli volt, aki szakmailag is nagyon segítette, és ő segített abban, hogy más magyar művészek is kiállítassanak a galériájába, mint Kassák Lajos. És hát a hölgy egy élő legenda. Tehát amikor például eljött a Rét megnyitóra, ez egy óriási megtiszteltetés volt számunkra. Úgyhogy hát a Rét az itt kezdődött, és utána hát egyre több galéria figyelt fel rá. És ez nagyon fontos minden egyes kutatásnál, hogyha az ember elkezd egy művésznek egy könyvet összeállítani. Tehát ez a legnagyobb kaland részemre, mert ilyenkor annyira belássa magát ebbe az egészbe egy-két, van sokszor több évre is, hogy nagyon rengeteget tanul, nagyon sok képet lát, tanul, egy kicsit átérzi a művésznek a szellemiségét, hogy mi ihlette, hogy festett, mik voltak rá hatása, és így a különböző korszakokat, ahogy egymásból épülnek fel, tehát így megérti. Tehát ez nagyon fontos mondjuk egy műkereskedőnek is, hogy ilyen mélyen belássa magát egy-egy művész életművébe, mert ilyenkor csak tudhatja igazából magáévá, és ilyenkor érteti meg tehát a művésznek igazából az egész életművét. És akkor már egy akár közbevetőleg itt is a kérdés, mert ugye azért a Rét kutakodás közben is azért a gyűjtő is munkált benne, de most nem tudom, hogy megtaláljuk-e azt a képet, amelyet akkor egy ideig birtokoltál. De a kérdés akkor az is, és itt a Rét életmű újra megismertetésében ez nagyon fontosan és pontosan követhető. Nem, ez az. Igen, tehát ez volt az, ami akkor egy ideig a tiéd volt, ma már nincs ott. Most a Denveri Múzeumban. Akkor mondd bele, légy szíves, hogy most igen, ez a kép, emlékszem, az egyik első kép volt, egy nagyon ikonikus, a pár, ami már ezt a képet. Hát most azóta a Denveri Múzeumban van, úgyhogy nagyon jó helyre került, Amerikában nagyon sok ember látta, és ez egy 27-es női portré, ami a legelején vásároltam egy aukción, hát nagyon-nagyon alacsony áron. Hogyan történik akkor? Tehát megvolt ez az intézeti kiállítás, ugye megvolt nagyon szép gesztusként a budapesti kiállítás is, hogy ha magyar származású a művész itthon is halljanak róla, és te azóta is, amikor mind a mai napig, ha járod a nemzetközi szalonokat, bemutatókat,
szinte mindig van rétkép, és ma már ezek nagyon jegyzett képek. Ebben, hogyha azt mondanád akár nagyon szerényen is, hogy mi a te részed abban, hogy ez a kép így újra fölépült, akár a nemzetközi kereskedelemben, itthon talán kevésbé. Hát igazából a könyv volt az alapkő. Végül is, mert amíg egy művésznőről nem jelenik meg egy könyv, tehát nem látható, csak elszigetelten egy-két képet látnak, és sokszor nem is látják a fontos munkákat, mert mondjuk azok aukciókon nem kerülnek elő, vagy a múzeumokban se, tehát ő azért neki vannak francia múzeumokban alkotásai, de nem mindig láthatóak, tehát a könyv az nagyon fontos, és hát én több mint 10 éve nemzetközi művészeti vásárokon vagyok jelen. Franciaország, Párizsban elsősorban, Londonban, Brüsszelben, tehát ezek olyan vásárok, mint vagy például kiállítottam a Maastrichti Tefafon, ami az egyik legfontosabb vásár, ahol több száz kurátor, múzeumi kurátor a világ minden részéből ezeket a vásárokat úgy szintén megnézi. Tehát ott mindig lehet felfedezni esetleg új dolgokat is, és hát a gyűjtők nagy része, akik ezeket a vásárokon vásárolnak, ott találhatnak esetleg olyan dolgokat, ami még nincs annyira benne a műkereskedelemben. Persze a kvalitás az fontos, mert egy fontos vásárra mindenhol sűrűzés van, csak olyan minőségű alkotásokat engednek be, ami tényleg világszínvonal. Világszínvonal, csak hogy tudjanak is arról, hogy világszínvonal, és azt hiszem, hogy ebben azok a lépések, amelyeket említettél, azok valóban fontosak. Egy pici anekdóta, de igaz, amikor ez a rétkiállítás volt az intézetben, amiről tudni való, akik még esetleg nem jártak arra, hogy két lépésre van a Luxemburgertől, tehát a Luxemburger sarkán. És amikor ez a kiállításunk volt, akkor a Luxemburgi Múzeumban Modigliani kiállítás volt. És a záró napján, hát ott kilométeres sorok kígyóztak, és az utolsó, tehát a Modigliani kiállítás utolsó napján kaptunk egy ilyen bejegyzést a vendégkönyvünkbe, hogy eluntam a sorban állást a Modigliani kiállításnál, bejöttem ide, nem bántam meg. Ez volt a rétkiállítás. És ugye nem csak az intézetben dolgoztál, hanem ügyködtél abban is, hogy valóban francia galériák, műkereskedők, galeristák figyeljenek föl magyar művészekre, vagy jussanak hozzá még szélesebb körű információhoz. És ebben egy, azt hiszem, emblematikus, szép együttműködés volt, amikor 3 vagy 4 Saint-Germain-i galériával együttműködve jött létre, többekkel együtt, de azt hiszem, hogy 2 név a számodra is meghatározó, ez Csáky József és Miklós Gusztáv, vagy Gusztáv Miklós. Igen, tehát azért Csáky és Miklós elég ismert volt már Franciaországban, tehát több könyv jelent meg. Mondjuk Miklósról nem, Miklósról pont a Pátkai Ervin, egy kitő magyar szobrász felesége írt az első szakdolgozatot, ami addig soha nem jelent meg. Tehát ezt tudni kell, hogy az intézet az a Saint-Germain negyedtől 5 perc séta körülbelül, és a Saint-Germain negyednek egy fő utcája a Rue de Seine, és ott a ebből nyíló kis utcák, hát körülbelül 4-5 utcáról beszélünk, ott körülbelül 110 galéria van. És a Rue de Seine van például egy olyan galéria, hogy Galerie Valois, aki egy Art Deco expert, és ő már nagyon régen, hát tehát amikor Csáky vagy Miklós 60-as éve meghalt, akkor ő volt az egyik, aki a hagyaték elveréssel nagyon sok művet felvásárolt. 3-4 kereskedő vásárolt fel, de az egyik a Bob Valois, aki egy kitűnő szakember és egy nagyon tiszteletre méltó kereskedő, nagyon szeretem. És hát ő ezekkel a művészekkel abszolút foglalkozott. Tehát azért mondom, amit az előbb mondtam, hogy az ember jártába keltébe mindig magyar művészekbe ütközhetett. Csak mondjuk itt a Galerie Valois-ban se voltak ezek magyar művészként számon tartva, mivel egész életüket Franciaországba élték le, tehát ők ugyanúgy francia művésznek is számítottak, és akkor volt még egy-két ilyen galéria itt ezen a környéken, egymástól mindig 2-3 percre, ahol volt mondjuk Kádár Béla alkotások, vagy Scheiber Hugo, és akkor hát ezek a galériák előbb-utóbb látták, hogy én is mind ügyködöm, tehát csináltak Réta Alfréd kiállítást, meg számos más magyar művészt, és akkor így jött létre, hogy 3 galériában egy magyar avantgárd kiállítást csináltunk, ami ezt katalógus is készült, és tehát próbáltuk csoportba szedni azokat a magyarokat, akik elsősorban, akik Franciaországban
éltek és alkottak. Hát és hogy egy pici kultúrtörténet kerüljön még mellé, ez a Csáky József, akit valóban a kubista szobrászat, tehát az első korszakában a legjelesebbek között tartottak számon. Azért, ha magyarként Franciaországban járunk, akkor nem baj, hogyha Párizs mellé el tudunk jutni Hyères-be, ahol Rákóczi volt annak idején a Kamaldulia kolostorában. És 1937-ben a kinti magyarok közadakozásból állítottak egy emlékoszlopot, mert hogy Rákóczi, amikor meghalt Rodostóban, akkor végrendeletileg a szívét a kamalduli szerzetesekre hagyta itt Hyères-ben, akkor mikróbuának hívták, amelyet természetesen a francia forradalom alatt aztán valahogy elkódja vegyélődött, feltehetően az értékes kis kazetta miatt, amely körülvette. És közadakozásból összejött annyi pénz, hogy megbízhassák az akkor gyakorlatilag éhező művészt, hogy csináljon egy emlékoszlopot, és ez ma is ott áll Hyères-ben, a hajdani kolostor környékén, és minden évben katonai francia-magyar ünnepség, amelyben a város francia katonai tiszteletadással emlékezik. És hadd emlegessük a polgármestert, akinek a nevét más körökből ismerik, ez Monsieur Dupont-Aignan, aki Hyères polgármestere most már nem tudom hányadik ciklusban, és aki mindig nagyon szépen emlékezik, tehát ő tartja francia oldalról a beszédet, és hát néha szégyelhetjük magunkat, hogy a magyar az nem ugyanolyan szintű megemlékezés, mint a francia. És akkor eljutunk a mai szívügyekig, és már említetted, hogy 97-ben végül is az első találkozás volt Hantai Simonnal, amelyből aztán jóval később lett munkakapcsolat. De közülük, akiket ma már tudod, hogy római ösztöndíjasok néven, összefoglaló néven is említhetsz, mert igazán az együtt a pályájuk valahol onnan indult el közösen. Kik ezek az emberek, és ha most időrendi sorrendbe rakod, hogy kivel, mikor dolgoztál együtt, milyen fontossági sorrend is, vagy szívbéli sorrend is van, akkor kivel kezdenéd, és kik voltak a folytatásban? Tehát azért itt számos művész meg lehet említeni még, tehát ez a bő 10 éves franciaországi tartózkodás alatt, akiket kutattam és találkoztam esetleg. Én akkor már még az intézeti munkámért is gyűjtöttem képeket. Párizsban van egy intézmény, nem tudom, 160-170 éve, a DRU, ahol 16 teremben minden nap aukció van. Hát körülbelül 8-10 teremben van egyik napon. Azon a napon bemutatják a maradék teremben, hogy mi lesz másnap, és akkor ez így tovább. Tehát heti, nem tudom, 60-70 aukció is előfordulhat. És hát ezek nagy része katalógus nélkül van. Az ember 11-re oda megy, és akkor ha aznap van az aukció, 12-kor bezárják a termet, van egy óra szétnézni, hogyha másnap van az aukció, akkor egész nap meg lehet, és akkor az ember itt rákényszerült arra, hogy elég érdekes módon, amikor az intézőben elkezdtem dolgozni, akkor kicsit fel voltam háborodva, mert hogy 2 órás ebédszünet. Tehát annak idején Kaliforniában ez volt egy fél óra, örültünk neki, hogy én 2 óra hosszáig mit fogok csinálni napközben. És hát nagyon hamar megtaláltam a Hotel Drót, és ez pont elég volt arra, hogy az ember minden nap megnézhesse, hogy milyen képeket aukcionálnak, és hát itt egy rengeteg magyar vonatkozású anyag volt. Tehát nekem volt egy gyűjteményem, és utána elkezdtem olyan művészekkel találkozni, ami teljesen az absztrakt fele vitt. Persze, azt tudni kell, hogy Csernos a Bató lavoárban, rengeteget voltam nála, pont szomszédja volt Rozsda Endre, aki alatta lakott, hát Rozsdánál is többször megfordultam, sok kiállítás volt pont a Bató lavoárnak a kiállító termében, ott elég sűrűn kiállított, és így elkezdtem az absztrakt művészet iránt érdeklődni, ami végül is Franciaországban ezt az időszakot 45-65-ig úgy hívják, hogy második párizsi iskola. És hát a Hantéval való találkozás ugyan megvolt, de volt egy művész, akinek Szóasszamban láttam talán 2003-ban egy kiállítását, és utána hát próbáltam vele találkozni, vagy 2002, nem tudom, Rej Judit. És hát Rej Judit egy 80 éves hölgy volt, akit felhívtam telefonon, hogy szeretnék vele találkozni, de ő nem mutatott túl nagy lelkesedést, hogy találkozzunk. Később nekem elmondta, hogy ha mindenkivel találkozott volna, aki telefonon kereste, soha nem tudott volna alkotni.
Hát igazából én ebbe a dologba úgy beletörődtem, és egy ismerősem ajánlott nekem egy rejg, egy 1954-es rejgképet. És hát én ezt megvettem saját magamnak, a saját gyűjteményem részére, de kiderült, hogy ezt a képet már megígérte, hogy eladja a rejg Juditnak is. Hát én gyorsabb voltam, vagy hamarabb került hozzám a kép, és akkor a rejg Judit telefonon hívogatott, mondhatni zaklatott, hogy ezt a képet szeretné átvenni tőlem, és hát én közöltem vele, hogy a kép nem eladó, nem kereskedelmi célra vettem, hanem magamnak. De ezek a beszélgetések odáig fajultak, hogy egyszer csak azt mondtuk, hogy már annyit beszéltünk telefonon, hogy találkozunk személyesen, és akkor szerintem 2004-ben találkoztunk. Hát az egy nagyon furcsa érzés volt, mert Párizstól kb. 26 km-re délre lakik, egy Markus Sziszt nevezett a kicsi faluban, és hát a nappali az körülbelül egy ilyen, nem tudom, 10 négyzetméter, talán 12, és a nappali szélén van egy létre, ott a padlásra fel lehet menni, és a padlás, felmászni, hát konkrétan nem lépcső, hanem egy létre, és ott volt a műterme, meg egy ilyen 60 centis folyosó nyílt ebből, egy másik háznak a padlásáról, a műterem folytatódott. És hát ez a padlás tele volt képekkel. Neki nagyon jó galériása volt, Katrin Tiek, a Galerie de France igazgatója, aki a 70-es évektől dolgozott fel, és Judit nagyon hálás volt neki, mert annyi képet pont adott tőle, hogy tudott létezni. Ha nem is fényesen, de a mindennapi kenyére megvolt a pénze. És hát itt a műterem tele volt képekkel. A galériás az 50-es, 60-es éveket nem nagyon mutatta, csak a 70-es évektől felfele. És hát amikor én először voltam ott, ott rengeteg kép, több száz kép össze volt borogatva egymás hegyén hátán, a 50-es évekből, ezek a robbanás szériából, és hát egy, az látszott, hogy elremélő áramlott ezekből a képekből. Hát ezek gesztus festmények, ezekre konkrétan rejült az 50-es években, dobálta a festék, és egy macsettával vagy egy fémszerszámmal dolgozta el. Hát ezek az absztrakt expresszionizmus állnak legközelebb, és hát itt volt egy óriási életmű, amiről senki nem tudott. És 2005-ben volt egy olyan alkalom, hogy pont Csák és Miklós kiállítást szerveztünk a Műcsarnokban. Le volt foglalva az első három terem, de valahogy nem jött össze az anyag a múzeumban, nem adták úgy kölcsön, vagy valami. Tehát így felvetettem Fabény Júliának az ötletet, hogy hagyjuk a francba a Csáki Miklós kiállítást. Van itt egy sokkal nagyobb, meg sokkal érdekesebb művész, a Rejg Judit, akiről viszont nem hallott, de hogy mutattam a reprókat neki, ő is belelkesült, és akkor szabad kezet adott, hogy csinál meg ezt a kiállítást, hogy csinálunk hozzá egy 40-50 oldalas katalógust, amiből egy 200 oldalas könyv lett. És hát ez volt az az első kiállítás, ami Juditot újra elindította egy kicsit az ismertség felé, mert ekkor volt az, hogy felfigyeltek rá a magyar gyűjtők, és tehát elkezdtem Magyarországon árulni a képeit, és szervezni kiállításokat, és katalógusokat, könyveket készíteni. Hát aztán ez egy másik téma, hogy az ember hogy tud egy művész felépíteni, de hát Rejg Juditnál ez abszolút könyv szerint ment igazából. Tehát ha van egy jó művész, a többi a galériás dolga. És hát szintúgy azért, ha említsük, hogy nem csak a magyar gyűjtők figyeltek fel rá, mert ugye ő az a, ha tegyük hozzá, hogy még élő magyar művész, magyar származású művész, tehát 94 évesen, ugye még mindig él, és reméljük, hogy még igazán dolgozni is tud, akinek szinte a világ összes jelentős múzeumában most már van képe, és van ahova valóban te közvetítéseddel is jutott el, de ehhez valóban kellett már az a elvitathatatlan művészeti rang is, amit az ő képei jelentettek. És hát azért én személyes tanúja voltam annak, amikor nem csak magyar gyűjtő akart vásárolni, hanem ugye a Bráfán volt Brüsszelben, amikor megjelent a világ ennek a korszaknak talán a világon legjelentősebb gyűjtőre, és rámutatott egy képre, hogy neki az kell. Erről mesélnél egy kicsit, erről a történetről? Hát igazából a galériások ezt pontosan tudják, hogy vannak ilyen nagy halak. Tehát ez a gyűjtő, ez pont egy olyan svájci gyűjtő, akiről hallottam évek óta, de hát sose találkoztam vele. A Centre Pompidou után neki van a legnagyobb európai absztrakt gyűjteménye magánkézben. Ez az úri ember
gyerekkorát Egyiptomba töltötte, egyiptomi gyűjteménye nagyon jelentős, francia antibútorokat gyűjt, és a gyűjteményének a harmadik része az a háború utáni, hát a második párizsi iskola, de a háború utáni absztrakt, és ebben egy óriási gyűjteménye van, amiből múzeumot szándékozik csinálni, és hát két múzeumot, és tehát ez egy olyan kaliberű gyűjtő volt, olvastam egy cikket, hogy tehát egy komoly gyűjteménye volt, már akkor is több könyv jelent meg a gyűjteményéről, de pont az egyik ilyen vállalkozását Afrikába eladta, 6 milliárd euróért. Kőolajban dolgozott az úr, úgyhogy volt tehát miből. Ez a 6 milliárd euró forintban, nem is tudom, és ő azt mondta, hogy ezt a bevételét, ezt a gyűjtemény egy alapítására fordítja. Tehát, és hát amikor ez az ember megjelent, és elkezdtünk alkudni a képről, alkudozni, igazából azt se tudtam, hogy kicsoda, de hogy így mesélt a gyűjteményéről, miközben a rejképre próbált alkudni, hát leesett a tantusz, hogy ki ő, és akkor így hátba veregettem, és mondtam, hogy most már tudom, hogy ki ő, tehát ezt az alkudozást, ezt akkor próbáljuk a minimálisra, nevetett, és hát igen, itt a Brafán vette meg az első rejképét, de hát neki most már elég sok van, meg Hantaiból is, minden periódusból, de hát igazából pont amikor ezt a képet vásárolta, akkor vett abba a hónapba egy Nicolas d'Estaing képet Párizsba aukción 7 millió euróért, és hát ő sorra csinálta a francia művészeknek is a rekordárakat. Hát úgy gondolta, hogy a francia absztrakt művészet az egyenrang az amerikaival, és hát ezért épített ezt a gyűjteményt, hogy ezt be tudja bizonyítani, és hát a gyűjtemény nagyon sok helyre eljut. De hát nem csak ő, nagyon sok mindenki, nagyon sok ember gyűjtő érdeklődött, mert a minőséget azt látták, azt, hogy senki nem hallott igazából róla előtte, az kézzelfogható volt, és sokan elmondták nekem, mert az első nemzetközi kiállítás az Párizsban volt, a Salon de Collectionneur-ön. Hát éppen csak, hogy megnyitottuk a galériát, és hát ezekre a fontosabb vásárokra, ez is a Grand Palais-ban van ez a vásár, azért több éves galériás tapasztalat kell, és hát komolyan ajánlások az ember be tudjon jutni, és hát a Bob Valoának ezért vagyok hálás, mert egyszer, hát nekem a napi rutinom az volt, hogy a palettben minden reggel kávéztam, itt a ebédel, és az meg a Drouot mellett a Centrálban volt, és hát a Bob Valoával nagyon sokat beszélgetünk, és egyszer csak szólt, hogy jöjjek már be az irodájába, hát a galéria, a palettól 10 lépésünk. Magyarázd el egy kicsit azoknak, akik még nem ültek a palettben. A Saint-Germain egy olyan étterem, ahol nagyon sok művész találkozik, és nagyon sok galériás minden napot ebédel, törzsasztalok vannak, tehát én is hosszú évekig itt a francia kereskedők között tébláboltam, üzleteltünk, vásároltam tőlük, vagy ők tőlem. És a Bob Valois volt akkor a Francia Műkereskedők Szövetségének az alelnök, és jelentette egy papírt, hogy akarok-e jelentkezni erre a Salon de Collectionneur, és akkor én hevegtem, habogtam, hogy szeretnék persze, de hát én még csak egy éve van galériám, és akkor mondta, hogy akarok, vagy nem, és mondtam, hogy szeretnék, rájött a papír, hogy elfogadva, aláírta, és egy nagy szerencsével, tehát így tudtunk bekerülni egyből a vásárok legjobbjaikába. És pont ezt a képet pont ott állítottuk először. Ezt Németországban vásároltam egy galériástól, a Vandello galériától, aki Juditnak 60-as években egyik, tehát a fő galériása volt, akkor egy nagyon jó műkereskedő volt. Ő több múzeumi kiállítást is szervezett akkor a franciaországi kortársművészeknek, és Juditot nagyon szerette, Juditnak több kiállítást csinált. De ezt a képet csak úgy adta el a gyűjteményéből, hogy ez nem kerülhet kereskedelmi forgalomba, csak múzeumnak lehet eladni. Hát most ez a kép a Centre Pompidou gyűjteményében van azóta, ott van állandó kiállításon, úgyhogy tartottuk a szavunkat. Jó helyre került, de hát szóval nagyjából ez így alakult. És hát úgy is alakult, hogyha majd utána, aki érdeklődne és bele akarna pillantani, akkor a könyvkiadás, amelyről Kálmán már említést tett Réth Alfréd kapcsán, Rejk Juditról ugyanúgy már ott a két kötetes nagy munka, és ugyan nagyon sokáig tudnánk még beszélni, de el kell érni még a következőkhöz, úgyhogy talán Hantai Simonról ugye a következő nagy-nagy név, akkor végül is az első találkozás után mikor sikerült őt először, inkább azt mondanám, megközelíteni?
Hát Hantai, amikor az első könyvet kiadtam, a Réta Alfredot, akkor elmentem hozzá, vittem neki egy tiszteletpéldányt, és próbáltam beszélgetni vele, hogy nagyon szeretnék egy könyvet csinálni az életművéből, tehát egy monográfiát. És hát Hantai konyhájából, vagy hát az előszobái konyhaasztalnál ücsörögtünk, és hát kérdezte, hogy miért velem csinálja. Tehát a Centre Pompidou-ban többször elkezdődött, hogy életműkiállítást csinálnak. Hantai mindig leállította valami okot, mindig talált, hogy ez ne legyen. Utólag ezt már az ember, amikor több információval megért, hogy miért, de teljesen logikus volt, de megkérdezte tőlem, hogy hát a Gallimard és Skira több kiadó évek óta ostorozza őt, hogy csinálnak könyvet, miért pont velem. Hát én mondtam, hogy lehet, hogy a Gallimard a legjobb, egyik legjobb kiadó Franciaországban, de biztos, hogy csinálnak legalább 100 könyvet egy évben. Én mondtam neki, hogy ha én csináltam a Hantai könyvet, akkor csak azt az egyet csinálnám, és azt úgy próbálnám megcsinálni, hogy az minden tekintetben a legjobb minőség legyen. Hát Hantai ezt tudomásul vette, húzta a dolgot, végül is a könyv nem kezdődött el. Közben a Berecz Ágnes egy magyar művészettörténész, aki Hantait kutatta, Hantaiból írta a szakdolgozát át a Sorbonon. Most New Yorkban, a Guggenheimban dolgozik, meg tehát egy nagyon-nagyon kitűnő szakember, és Hantainak specialistája, meg később kiderült most már Reignek is, mert Reigről is sokat írt. A Sorbonon védte a szakdolgozatát, és én akkor mondtam az Áginak, hogy hát ez egy 500 oldalas szakdolgozat, hogyha ezt le lehetne olyan formára kicsinyíteni, hogy ez könyvformában megjelenne, akkor nagyon szívesen kiadnám. És hát Hantai bizonyos okokból, akkor már több művészettörténész dolgozott az életművén, de nem akarta. És hát Hantai 2007-ben, amikor meghalt, akkor felvettem a családdal a kapcsolatot, hogy mégis szeretném ezt a könyvet megcsinálni, és akkor az Ágnes szövegével, ők az Ágnest valamilyen okból nem akarták, de mind megbeszéltem az Ágnessel, hogy írja meg a szöveget, én kifizetem, és azt majd azt csinálok fel, amit tudok. Hát lefordítottam a szöveget franciára utána, amikor elkészült, és akkor odaadtam a Hantai családnak, és tehát a Zsuzsanén is, Daniel is oda-vissza volt, hogy nagyon jó a szöveg. Tehát a Berecági zseniális művészettörténész. És akkor engedélyt kaptam arra, hogy az 50-es éveket feldolgozzam. Hát az 50-es éveket Hantaitól, Hantainak a legfontosabb korszakát Franciaországban úgy gondolják, hogy a 60 és 62 között készült képek, mint ez, 18 kép igazából, ez a szűzköpenyeg sorozat. Ez mind nagyméretű, kb. 2x2 méteres képek, olajképek. Ezeket ismerik. Az 50-es éveket nem nagyon ismerik. Tehát az Alfred Pakmannal, aki rendszeresen találkoztam vele ilyen art szalonokon, tehát nem szalon vásárokon, mint a Art Paris. Tehát mindig jött, mert szerette nagyon a rejüdötet, és nézegette a rejüdötet, és akkor már készülődött a Centre Pompidou, hogy Hantainak életművű kiállítást csinálnak, és akkor megkérdeztem tőle, hogy hány képet fognak kiállítani az 50-es évekből, és mondta, hogy Écriture Rose, a Galla Placidia, hogy körülbelül 5-6 kép lesz kiállítva. És amikor megcsináltam ezt a Hantai könyvnek az első kötetét, tehát a Hantai könyvet, mert akkor még nem volt róla szó, hogy két kötet lesz, én szerettem volna, tehát én rá is csempésztem a borítóra, hogy volume 1, de a család csak az ehhez járult hozzá, és akkor amikor megcsináltuk ezt a könyvet, akkor a legtöbb szakember köztük Mösző Pakman is csak nézte, hogy milyen gazdag ez a 50-es évek. Tehát az első kötetet volt az 50-es évek. A szürrealista munkássága Hantainak és a gesztus festészete. Tehát mielőtt még a piázsokat csinálta volna. És amikor a könyv elkészült, akkor a családnak nagyon tetszett, és engedélyt adtak, hogy a második kötetet megcsináljam, ami igazából a pliázsokról szól, amit 60 és 82 között csinált, amit Franciaországban igazából ismertek. Volt egy felmérés Franciaországban a kortárs művészek között, hogy adják meg azt az öt művész nevét, aki legnagyobb hatása volt a kortárs művészetre, és Hantai abszolút köztük volt. És hát ez a másik kötet, ezt Magda is tudja, mert együtt dolgoztunk rajta, ez egy kicsit lóhalába készült, mert 2010-ben Mindegy, a Centre Pompidou-ban az életmű kiállításnak meg volt a dátum, hogy mikor nyílik,
és szerettük volna, hogy ez a könyv a megnyitón ott van. És hát tényleg úgy került oda a könyv, hogy a nyomdából beraktam a csomagtartóba, beültem a kocsiba, elindultam Párizsba, és a megnyitóra értem oda a Centre Pompidou-ba, ahol a könyvesboltba persze kirakták egyből, és ott életmű katalógusként árusították, holott ez még nem az, de ez egy 680 oldalas könyv, amiben óriási munka van benne, és hát nagyon jó szöveg van hozzá, és nagyon jó a képanyag. Úgyhogy jelen pillanatban Hantainak most ez a nagy monográfia, úgymond, mint a Juditnak is megcsináltam egy 660 oldalas könyvet, tehát az összes Sotheby's Christie's aukcióhoz ezekre a könyvekre hagyatkozik a mai napig is, ahol a legtöbb kép reprodukálva van, tehát előkerül van új kép, akkor valószínűleg a kötetben meg lehet őket találni. Hát természetesen még nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, de azt kaptuk, hogy negyedik tartunk körülbelül, és a kérdésekről is, vagy a kérdésekre is kerülhessen sor. Úgyhogy akkor most a közönségé a szó, hogyha van kérdés, akár a művészekkel kapcsolatban, akiket láttunk, és azért ha azt mondtuk, hogy római ösztöndíjasok, ugye ez Reg Judit, Hantai, gyakorlatilag egymást követő születésűek Fiedler Ferenccel, akire már most nem kerül sor, és mindannyian a Római Akadémia ösztöndíjával indultak el, és onnan Judit még hazatért, aztán kalandos úton jutott el Franciaországba, de mindannyian Franciaországban, vagy ők hárman Franciaországban folytatták az életüket, mert van, aki itthon maradt. Igen, ez így érdekes, hogy tehát így retrospektív visszatekintve így az ember ösztönösen egy olyan művészekkel foglalkozott, aki kiderült, hogy ez egy csoport volt a 40-es években, római ösztöndíjasok, ahogy ezt Dávid Katalin rámutatott. Tehát itt a Reg Juditnak volt három nagyon jó barátja, a négy apostolnak hívták magukat, a Juditon kívül volt a Antal bíró, aki szintén Franciaországban élt, és Mantumba élte le élet nagy részét, és ott halt meg. A Zugol Sándor, aki New Yorkba diszidált 56-ban, és a Böhm Lipót, Böhm Poldi, akinek most csináltunk kiáltást. De hát mi annak idején a galériában már csináltunk a Hargitainak, aki Olaszországban élt, vagy a Fiedlerről könyvet is adtunk ki, tehát ez mindehez a szőnyi tanítványok köréhez tartozott, akik a 46-48 között Rómában voltak. Valószínűleg az egész világon, talán Párizs az az egy olyan város, ahol tehát művészeti vonatkozásban a magyar művészet a legnagyobb nyomot hagyta, vagy nem is az, hogy hagyta, hanem rengeteg nagyon jó művész van. Hát ez áldó kutatásnak kell, hogy ki legyen téve, de hát emlékszem, amikor Tamásnak csináltunk kiállítást a Bastille-tér mellett egy kis galériába. Egy gyönyörű kiállítás volt, de amikor például Rockenberg Zoltán a Fauve művészek után kutogattunk Párizsba. Tehát itt igazából itt Munkácsitól, Riprónaitól kezdve tényleg Hantai Reg Juditig rengeteg művész van. És nekem egy régi álmom, hogy egy Párizs-Budapest kiállítást csinálni, mint ahogy a Centre Pompidou csinált már Párizs-Moszkva, Párizs-Berlin kiállítás, Párizs-New Yorkot. De én úgy gondolom, hogy ezt az egész magyar jelenlétet fel lehetne dolgozni, és ebből egy világra szóló kiadványt és kiállítást is lehetne csinálni. Az árakról, hát az árak mindig igazából attól függenek, hogy tehát milyen igény van a művekre. Tehát hogyha a kínálatnál nagyobb az igény, akkor az árak felfele mennek. De hát egy galériásnak pont az a célja, hogy értéket teremtsen, és olyan művészeket találjon, ami kitűnő kvalitású, de még nincs esetleg műkereskedelmi meg olyan kategóriába, ahol kéne, hogy legyen. Tehát mondjuk drágán, ahogy mondják, a hely is tud vásárolni. Tehát ezekkel a kutatásokkal az a jó, hogy az elején például, tehát a Reg Judit esetében is, az egy nagyon-nagyon öröm számomra, hogy amikor Reg Judittel elkezdtem foglalkozni, tele van egy műterem. Nincs ára a művésznek. Tehát én az első képet, amit Judittól konkrétan vettem, azt én 5000 euróért vettem tőle. Utána nagyon sok magyar gyűjtőt vittem el hozzá, akik nem is rajtam keresztül, hanem a művésztől vásároltak. És tehát ilyenkor mondjuk van 3-400 kép, innenkor a legjobbakat választ, aki mindig az ember, aminek a legjobban tetszik, és azt hozza
mondjuk Magyarországra eladni, és annak a legkisebb az ára még, mert az áremelkedés az egy folyamatos dolog, tehát azt nem lehet egyik napról a másikra. Azért ez türelem kell, egy hosszú távú stratégia, és ezt akár évtizedekig kell építeni. És, de viszont ebben a helyzetben az volt, hogy tényleg Juditot a magyar gyűjtők fedezték fel először. Tehát a műcsarnoki kiállítás után jó, hogy francia gyűjtők is jöttek, de az első gyűjtők azok magyarok voltak, és így az akkori viszonyokhoz képest a leg, tehát a mostani, tehát így átlátva az egész Judit áremelkedését, a mostani árakhoz képest a legolcsóbb képek a legjobbak voltak, és azok nagy része mind Magyarországon van. De hát a Judit árainál azt tudni kell, hogy a 2000-es évek, 2000-2001-ben azt nem lehet tudni, hogy galériában milyen ára volt, de van egy olyan műkereskedelmi oldal, hogy Art Price, ahol az összes aukciós leütés rajta van. Tehát 2000-ben és 2001-ben rejtőznek nagyméretű képei, tehát itt 2x2 méteres képekről beszélek, 1000, maximum 2000 eurók voltak. Ezt nem is értem, mert hogyha egy művésznek van egy galériása, tehát a galériásnak az is kutya kötelessége, hogy ne csak kiállításokat csináljon, ne csak kiadványokat, hanem az árakat is próbálja őrizni. Tehát, hogyha alacsonyan mennek az ár, vannak az árak, akkor vagy vásárolja fel, vagy mahináljon valamit az árakkal. Tehát én nekem volt olyan alkalom, hogy Brüsszelben volt, hogy eljutnak egy 2-3 méteres képe, és 3000 euró volt a becsértéke. És bejöttem az egyik barátom, az egy párizsi galériába, egymással szemben, bejelentkezett az aukcióra, Brüsszelből is, meg én is, és akkor 5000 euróért megvettem volna a képet, de felricitáltuk egymással ellen, amit az aukciós ház nem tudott mondjuk, 30000 euróra. Hogy legyen végre valami ára, hogy művésznek, mert ez méltatlan volt a 3000 euró. De hát persze volt olyan, hogy ennél sokkal nagyobbra is, de tényleg úgy volt, hogy ha jó mű, akkor inkább az ember még drágán is megveszi, mint hogy tehát ilyen nevetséges árakon. És azért ez tizenvalahány éve alatt ott tartunk, hogy azért most már rejtőzött a Sotheby's-nél pont most is van egy aukció, egy tömbírás képéről, tehát most kikapcsoltam a telefonomat, de majd utána valóban, hát az esti, a evening sale-en lesz, tehát már maga az, hogy mondjuk a Sotheby's egy evening sale-re bekerülni, az egy olyan válogatás, amikor nem egy sima aukció van, hanem csak a legjobb munkákból 30 darabot összeválogatnak, és ez az evening sale. És tehát ezeken az aukciókon születnek általában rekordák, de pont ma is lesz egy kép, ez most 120-180 ezer euróra van esztimálva ez a kép, de azért neki most tavaly is, idén is volt olyan képe, ami aukción 3-400 ezer euróra ment el. És hát ez egy 10 év alatt tudatosan felépítve, kiállításokat, állandó részvétel Londonban, Párizsban, Brüsszelben, hogy a gyűjtők lássák a képeket, és akkor szépen tudatosan fel lehet építeni egy művész ázsióját is. Tehát, de itt sose azzal kezdődik, hogy ebből mit lehet csinálni. Tehát én mindig úgy vásároltam képet, hogy már mint gyűjtő, hogy csak olyan képet vettem meg, amit a saját gyűjteményemben szívesen látnék. Tehát az másodlagos volt, hogy ezzel pénzt lehet keresni, vagy nem. A kvalitás volt az elsődleges dolog, és persze én ezeket a képeknek nagy részét a saját gyűjteményembe vettem, de miután galérián volt, azt is tudtam olyan pontosan, hogyha jó képet csak magamnak tartok meg, akkor sose lesz jó vevőm. Tehát az is nagyon fontos egy galériában, hogy az a fontos képek közé mindig kell, hogy a piacon legyenek képek, tehát legyen eladó. Pont az előbb volt egy hantai kép, azt azért még elmondanám, ez a Mariák korszakból volt. Emlékszem, ez a Christie's-nél volt 2005-ben, ott voltam az aukción. Hát azt hiszem a kép ilyen 100 ezer euróra volt esztimálva, ami már elég drága volt, és leütés illetékkel ez a kép, ez 560 ezer euró lett, egy francia kereskedő vásárolta meg, ez volt a legmagasabb ár hanta életében, és hát azért fél millió euró, ez nagyon magas ár. Ez a francia galéria ezt a képet megvette, és 10 év után, 2015-ben visszaengedte a piacra, aukcióra, és 4,4 millió euróért ment el ez a kép 10 év után, ugyanaz a kép. Tehát most Hantének például ez a piros kép, ez a Marial MA4, ez tartja a rekordot. Tehát ebbe, mint befektetés is, hogyha az ember kvalitást és jó képet vesz, tehát mint befektetés is kitűnő lehet. De kockázat is. Kockázat is, de hát ezért kell szakembereknek a... Tehát én próbáltam ezt a pont, amit Párizsban láttam, hogy itt van egy olyan óriási választék, akit itthon nem is annyira ismernek, kint meg nem méltányolnak eléggé,
hogy ezekkel foglalkozni, és én minden egyes kliensemnek azt mondtam, hogy próbáljon olyan művésszel építeni, aki nemzetközi. És hát ez 2008-2009 után beigazolódott, mert amikor a Magyar Műkereskedelemnek volt egy mélyrepülés, és képeket nem lehetett eladni annyiért, amennyiért az emberek vették, Franciaország vagy Nyugat-Európában ez nagyon hamar túltette rajta magát, és például a Rejgre, Hantlira teljesen más dinamikája volt az egésznek, sokkal több gyűjtő gyűjtötte őket, mondjuk nem 10 ember volt, aki mondjuk Magyarországon gyűjtötte őket, hanem ott volt mondjuk 150, aki érdeklődött. Tehát az, hogy nemzetközés például Tamásnak, és pont ez a nagyon jó, hogy Tamás is nemzetközi művész. Tehát biztos vagyok benne, hogy neki sokkal több gyűjtője van külföldön, mint Magyarországon. És ez egy nagyon fontos, tehát hogy az ember mondjuk képet vásárol, azért ez nem egy utolsó szempont. Köszönöm. Köszönjük szépen.